Adventus Domini latinul, ami tükörfordításban annyit jelent, hogy az Úr jövetele. Ez az időszak, ami a karácsonyra készít és karácsonyt előzi meg. Ebben mi keresztények az Úr jövetelét három szinten éljük meg. Egyrésztről visszaemlékezünk a 2000 évvel ezelőtti, úgymond első karácsonyra, arra bizonyos betlehemi éjszakára, amikor egy kisgyermekben Isten emberré lett. Amióta számoljuk az éveket a történelemben, és nem csak I-E, I-U, hanem Krisztus előtt, Krisztus után időszakról beszélünk. Benne van tehát ebben a várakozásban, készületben egyfajta visszanyúlás a múltba, erre a 2000 évi eseményre. Aztán nyilván ez a mostani advent arról a szó szerinti 4 hétről is szól, ami majd az idei karácsonyra vezet el és készít föl bennünket. Boltokban már hetek óta karácsony van, holott karácsony még nincs itt. Van, aki lót fut, és beszerzi az ajándékokat, dolgokat, és így készül a karácsonyra. Keresztény embernél ott van ez a 4 hétben a készületben, hogy nyilván tesszük a kötelességünket, a napi feladatokat, úgymond 4 hét alatt lesz egy pár kilométer a lábunkban. De mégis ez a készület arra is hív, hogy egy belső útra is rá lépjünk, ami az Istennel való találkozásunk útja lesz majd. És az Úrjövetelnek ez egy része, hogy én, meg mi emberek, hogyan készülünk a vele való találkozásunkra. De azt a szempontot is hadd hozzam elő, hogy belegondolva egy picit az Isten helyzetébe is magunkat, ami nyilván nem lehetséges, de azért eljátszadozva mégis a gondolattal, az Isten is mennyire várhatta, és mennyire várja mindig azt a pillanatot, a múltban, a jelenben, meg a jövőben, amikor találkozhat velünk emberekkel, hogy számára is az ő szent fiának az elküldése, az az első karácsony, a gyermek megszületése, mekkora várakozással volt tele. És azért valljuk meg, hogy ez az Úr eljövetele, tehát erről is szól, hogy a menny megnyílik, és eljön az Isten a földre. Nyilván aztán most ennek a mostani adventi időszaknak megint csak van egy covidos háttere. Azt nem mondom, hogy hátszele, bárcsak az lenne már, hogy elfelejtenénk is. De hogy vannak dolgok, amiket ugyanakkor megtehetünk közösségben is, meg egyénileg is. Nyilván vannak dolgok, amik megint nem úgy működnek, mint máskor. Utalok arra is, hogy például nálunk is, meg sokfelé az egyházmegyében rorált miséket mondunk hétköznaponként. Ez hajnali miséket is jelent. Benne elmélkedésekkel. Mi is ezt megtesszük helyileg Tolnán. Amit szoktunk még máskor megtenni, hogy közös reggelire hívom a közösséget. Na ez a közös reggeli, ez most érthető okoknál fogva nem működik. Az, hogy miséket mondunk hétköznap, hétvégén gyertyagyújtásokkal, ez megint működik. Az, hogy odahaza is családoknál, hál' Istennek talán az adventi koszorúnak van egy felfutása és reneszánsza, hogy
meggyújtják otthon is ezt a gyertyát. Én próbálom tudatosítani azt is, hogy legyen minőségi idő, ha nem is minden este, mert szakhatol az élet azért velünk, de hogy bizonyos napokon, hogy ne jöjjön közbe semmi lehetőleg. És akkor a gyertya mellett beszélgessünk, a hívő emberek vagyunk, imádkozva beszélgessünk. Mi van velem? Mi történt? Hogy vagyok? Olyan alapkérdése és fontos kérdése, amikről már leszoktunk. Meg egy-egy napnak a lecsengetése. Most úgyis korán besötétedik, nyilván fel kell gyújtani a lámpákat, ha bent vagyunk. De egészen más egy este, amikor nem gyújtjuk fel a lámpákat, az adventi koszorunk gyertyája ég. És ez egy mágnesként összehoz.